A Magyar Kupa döntőjében elszenvedett szétlövéses vereség nagy csalódás volt, de már muszáj az Ice League folytatására koncentrálni a fehérvári hoki csapatnak. Annál is inkább, mert még mindig elérhető az alapszakasz hatodik helye és az azzal járó biztos playoff részvétel. Hasonlóan áll néhány csapat, mindannyian szeretnénk megszerezni a hatodik helyet és elkerülni a kvalifikációs körrel járó bizonytalanságot. Az biztos, hogy hazai égen előnyben kell lennünk bármelyik részében játszunk a szezonnak, tehát akár kvalifikációs körben is. A lényeg, hogy minden meccs nagyon fontos most jön igazából a soha szezonnak, még, még van esélyünk azért arra, hogy a top 6 bekerüljünk, de ahhoz azért nagyot kell villantani. Most mindenképp azon vagyunk, hogy, hogy bekerüljünk ebbe a top 6-ba. Ráadásul a közvetlen rivális Klagenfurt ellen lehet javítani a kupadöntős csalódás után. Ilyenkor persze kérdés, hogy csak a meccsre kell koncentrálni, vagy érdemes a tabella állását is figyelve kiemelt jelentőséget tulajdonítani a pénteki találkozónak. Szerintem azért érdemes ezzel foglalkozni. A Klagenfurt egész évben elég szoros játszottunk az nap mindenki örülök, hogy hazai pályán játszunk, az, az remélhetőleg egy kicsit segít nekünk, és igen, a tabella szempontjából ezek nagyon fontos mérkőzés. Azt gondolom, hogy ők egy elég jó védekező csapat, ezzel együtt ők emberembert védekeztek eddig, most, hogy ez változik, vagy nem, az mindig egy kérdés, de, de ők elég agresszíven ember-emberre védekeztek, amiből itt Fehérváron volt egy-két olyan, hogyha lemaradtak, akkor elég jó helyzeteket tudtunk kidolgozni. Arra kell fókuszálnunk, illetve tudjuk, hogy nagyon jól tudnak ellentámadni, tehát minél kevesebb olyan lehetőséget kell adni neki, amikor nem a felállt védelmünk ellen támadhatnak. A péntekivel együtt még 8 meccse van az alapszakaszból a volánnak, amely jelenleg 8. helyen áll, 6 pontnyira az áhított 6. pozíciótól. A kupadöntővel együtt 4 vereséget szenvedtek zsinórban hárhiék, a továbbiakban azonban már nem nagyon hibázhatnak.